Jeszenői Sára, a Kecskeméti Református Általános Iskola tanulója lett az ELTE Szavária Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutatóközpont 7. és 8. évfolyamos tanulók számára rendezett országos történelem versenyének első helyezettje. A felkészüléssel és a kihívásokkal kapcsolatban mai vendégünk Jeszenői Sára és felkészítő tanára Telekes Tamás. Jó estét kívánok! Kedves nézőink, nézzék el nekünk, hogy mi tegeződni fogunk, hisz kollégák vagyunk. Hát Tamás, akkor először is vázoljuk már föl a nézőknek, hogy mit kell tudni erről a versenyről, hányan indultak, hány fordulós, mennyire nehéz ez a megmérettetés? Ez egy olyan fajta verseny, ami hát tulajdonképpen azt mondhatnánk, hogy egyik legkomolyabb történelemverseny, amit rendeznek országosan a diákok, az általános iskoláskorú diákok számára. Az idén összesen 4100-an indultak el rajta, tehát ennyien neveztek, és összesen 21-en jutottak el a döntőig. Ez hány fordulós ez a Igen, ez egy háromfordulós verseny. Az első fordulója az helyben van, és bizonyos százalékot kell teljesíteni egy írásbeli fordulón, hogy a megyei döntőbe jussunk, utána a második forduló megyei döntő, és utána jön az országos döntő, amiben bejutottunk, de itt meg szeretném említeni azt, hogy nem csak mi képviseltük Bács-Kiskun megyét és Kecskemétet, hanem az Arany János Általános Iskola egy tanulója is bejutott ide, Dakó Ádám, aki egyébként szintén nagyon szépen szerepelt, hiszen 10. helyezett lett. Azt is lehet tudni egyébként, hogy a 7. illetve 8. évfolyamból hány embert hívnak be az országos döntőbe? Ez mindig változik egy picikét a szám, de 20 fő körül hívnak be minden évben. És gondolom, bizony, ez most is így volt. Igen, így van, most 21 fő, és egy bizonyos százalékot kell teljesíteni a megyei megmérettetésen is, hogy odáig eljuthassunk. Sára, hát először is azt kérdezném tőled, hogy mikor izgultál jobban? Most, amikor bejöttél ide a stúdióba, és szépen fölvezetékeztünk, és most válaszolni kell a kérdéseinkre, vagy a kérdéseimre, vagy netalántán, hogy elmentetek a verseny színhelyére, és akkor elkezdődött az írásbeli. Melyik a stresszesebb? Hát szerintem igazából a stúdió volt stresszesebb nekem, mert ez az, ami szokatlanabb. Eltekintve, hogy én sok versenyen indultam már, és úgy, hát igazából... Hát igen, motoros vagy a szakmában. Ez tény és való. És így ott már nem annyira szoktam izgulni. Mi volt a legnehezebb feladat? Milyen feladatokkal bombáztak téged? Tehát hogyan kell elképzelni? Megérkeztetek, és rögtön az első nap már neki is lehetett leselkedni ennek a feladatsornak? Hát igen, az volt benne főleg nehéz, hogy egy napon volt az utazással. Tehát előtte ott még elutaztunk 300 km Szombathelyre, így aztán már nem voltam éppen a topon, mondhatni. Na jó, de hát te fiatal vagy, te bírod a gyűlődés, nem? Azért másabb, mint hogyha elmegyünk ide a szomszédba valahova, valamelyik iskolába, és megírunk egy versenyt. Hát inkább az írásbeli volt nehéz, szerintem. Mi volt a legnehezebb része az írásbelinek? Hát volt egy feladat, amely ilyen térképeken kellett meghatározni bizonyos helyszíneket, és hát azon kívül, hogy alapvetően nehéz volt a feladat, még a betűzés is olyan, hogy lehetett várost jelölni, lehetett területet jelölt, lehet, hogy valami más, például egy országot, vagy egy adott fejedelemséget, vagy hasonlót. És tehát ez eléggé olyan, hogy volt, hogy ha nem tudod, akkor be kellett tippelni. És elég kicsit valószínűsége volt, sokat, hogy ezt biztosan tippeltél egyébként? Hát viszonylag sokat. Csak én úgy tippelek, hogy nem teljesen csak tipp, hanem hogy valami alapján. Hogy akkor lehet, hogy ez is, de lehet, hogy az is, de inkább ez, és akkor azt bejelölöm. De most hogyan készültetek a Tamás bácsival? Tehát voltak olyan visszaköszönő típus feladatok, amelyekkel itt is találkoztál? Hát mi nem feladatokra készültünk inkább, hanem úgy egy információra. Viszont az hasznos volt főleg az, amikor mentünk a versenyre, és akkor még útközben a vonaton is. Szegény, hátrányos helyzetű versenyző. Tamás bácsi nem hagyott békén, ugye? Hát végül is aztán jó volt, mert sok abból a készítésből is előjött később a versenyen, és a szóbelin is hasznos volt. Úgyhogy tehát akkor volt egy írásbeli, és a következő nap pedig következett a szóbeli? Igen. Hány szóbeli volt? Kettő volt, egyik délelőtt volt, és a másik délután.
Hogyan lehet fölkészülni egy ilyen versenyre? Meg voltak határozva egyébként a témakörök, hogy melyeket kell nagyon-nagyon tudni, nagyon pengének kell lenni, forráselemzés, mi egymás, hogy megy ez, Tamás? Igen, mindig meg van határozva a téma. Egy-kettő vagy három témakör a teljes törtem 4 évanyagából. Most az idén az ókori Róma volt, a középkor és a magyar őstörténet, illetve egybe az Árpád korral. Tehát ez a három téma, ez elég széles spektrum a történelemnek, tehát nagyon sok mindent kellett átlátni. Hát a helyi meg a megyei fordulóra inkább csak a tankönyvekre fókuszáltunk, illetve egy-két kisebb videó volt a netről megadva. Az országos fordulóra ott bő forrásanyag, illetve történelmi szakanyag volt, amit hozzá kellett olvasnunk, számos videót nézni, úgyhogy ott sok minden volt. Na most Sára mondja, hogy szóbeli volt. Na most itt tételeket húztatok, hogy kell ezt elképzelni. Arra hogyan lehet egyébként fölkészülni? Hát igazából lesz is a tétel húzásra kapcsolatban, nem igazán húztunk, volt 5 tétel, és abból lehetett választani. Aha. Tehát ebből már úgy szerencsés volt a dolog, hogyha valamit nem tudtál, akkor nem, azt kerültük, igen. Okay. Meg hát a készítést tekintve meg inkább az, hogy valaki előtt kell elmondani, hogy nem tanár, mert nem ismered annyira, meg hogy azt a helyzetet mutatja be, mint hogyha a zsűri előtt beszélnél. Meg igazából az idővel kellett nagyon jól gazdálkodni, mert vagy túl kevés volt, vagy túl sok. Tehát így be kellett lőni megfelelően, hogy akkor kitöltsük az időt, és mindent el is mondjunk benne. Egyébként lehetett látni az órát, hogy hány perc van még, vagy hát esetleg Tamás bácsi tudott bábozni neked, hogy van még egy perc, kettő. Hát igazából nem néztem Tamás bácsira közben. Uh-huh. Igaz, egy perccel a vége előtt tapsoltak egyet, és akkor tudtuk, hogy még egy percet van. Akkor az miért nem lehet sietni, vagy éppen lassítani. Próbáltatok ilyen szituációs gyakorlatokat csinálni, Tamás? Igen, próbáltunk. A két kedves kolléganőm segített történelmi tanárok, és ők feleltették Sárát, ott egy kihúzott ételőt, tehát próbáltuk szimulálni ezt a helyzetet előtte az iskolában, de természetesen erre azért így nehéz fölkészülni, erre rátermetnek is kell lenni, meg elég ügyesnek is. Itt az előzetes beszélgetésünk során egy ilyen vicces történetet azért kiszivárogtathatok, hogy te 4 percig egyfolytában beszéltél, és hát végül is mindent elmondta, amit akartál, kinéztél Tamás bácsi, és akkor mi történt? Hát ott ez az egyetemes történet, ez a rövidebb szóbeli szakasznál volt, amikor 5 percet beszélhetett egy témáról, és tulajdonképpen egy nagyobb rálátást kellett nyújtani valamilyen nagy történelmi korszakra, és akkor... És még akkor még mindig volt? És láttam Sára, hogy befejezte 4 percnél, és akkor kinézett, mutattam, hogy még egy perc van, és akkor... Sári rándított egyet a vállal, és mintha mi sem történt volna, még egy percig rezenisten arccal beszélt a tétellel kapcsolatban, és nem is mellé, hanem teljesen konkrét történelmi dolgokat, úgyhogy nagyon jól lezárta végül is azzal a feleletet. Akkor lehet, hogy a felnőtteket is most már tudnád korrepetálni, hogy hogyan kell a 4 percből 5-öt csinálni. Közben mutassuk már meg az okleveledet, hogy hogyan is néz ki. Sára, légy szíves a kezedbe fogni, megmutatjuk a kamerának, és közben mondhatod, hogy ezzel az első helyezéssel, kamerának mutatjuk, igen, ezzel az első helyezéssel mi járt? Tehát milyen ajándékokat kaptál? Igazából meglepően sok ajándék volt szerintem, mivel olyan voltam más országos döntőn is, mint nem egy-két országos döntőről beszélünk csak, de több versenyen is inkább. És ott is nyilván az ajándékok ehhez képest gyakorlatilag nagyon sokkal kevesebb. Uh-huh. Tehát ez meglepett, hogy ilyen sok mindent kaptam, őszintén szólva. Uh-huh. És Tamás bácsi, te mit kaptál? Én is egy hasonló könyvcsomagot kaptam. Ja, hogy ez mind a Sárié? Ez mind a Sárié. Ez az enyém. Aha. Ez még ilyenek volt Tamás bácsinak, úgyhogy... Lesz mit olvasni, és ezen kívül még az iskolai elismerésben azért azt is meg kell említeni, hogy az igazgató úr is elég nagyvonalú volt, meg mit kapott a Sára? Egy igazgatói figyelmeztetőt. Helyet? Igen, dicséretem. Véletlenül először olyan fáradt voltam, hogy figyelmeztetést írtam be a országos elsőjére, aztán ezt javítottuk természetesen igazgatói dicséretre. Hát nagyon-nagyon büszkék vagyunk rátok, és csak így tovább a gimnáziumban is, mert hogy most mi már elköszönünk egymástól, Tamás bácsinak pedig nagyon sok ilyen penge, rátermett diákot kívánok.
Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, hogy befáradtatok a stúdióba. Köszönjük.